Sziasztok! A mai nap úgy gondoltam, hogy egy sima, egyszerű húslevest készítek el, ugyanis olyan borús idő van, olyan rossz idő van, gyakorlatilag hol esik, hol nem, és a húsleves az, amitől egyszerűen nem tudom miért, de jobb hangulatom lesz egy ilyen borús napon. Valahogy a gyerekkori emlékeket idézi elő, és arra gondoltam, hogy nálam bejön, és nekem ettől kicsit jobb hangulatom lesz, hogyha készítek egy húslevest. Ezért arra gondoltam, hogy lehet, hogy neked is segít, és neked is jobb kedved lesz egy finom házi húslevestől. Ezért megmutatom azt, hogy nálunk mi hogyan is csináltuk régen a húslevest, és mi is az a húsleves, ami a gyerekkoromat idézi elő. Tudom, hogy ahány ház annyiféle húsleves, de most megmutatom azt, hogy nálunk mi a menő. Lássuk, mi is kell hozzá. Egy darab csirkefarhát, 4 szár zeller, 2 darab sima hagyma, 1 fej fokhagyma, 2 szár fehér répa, 4 darab sárga répa és 4 darab krumpli. Ezt leszámítva szükségem lesz még sóra meg borsra. De lássuk is, hogy kell elkészíteni. Az első lépés az, hogy a megtisztított csirkehúst berakjuk a vízbe, a lábosba, és elkezdjük lassú tűzön főzni 45 percig. Amikor hab keletkezik a tetején, akkor azt egy kanállal, szűrőkanállal nyugodtan szűrjük le, ugyanis arra nem lesz szükségünk. Ez idő alatt meg tudjuk pucolni, és fel tudjuk vágni majd a zöldségeket is. Miután megpucoltam, megmostam és felvágtam a zöldségeket, beraktam ebbe a tálba, és ezek azok a zöldségek, amik most mennek bele a húslevesbe. Miután mindent beleraktunk, és minden szépen belefért, főzzük még egy órán át. El is készült a húslevesem, remélem tetszett a videó, és kipróbáljátok a receptet is, amit mi használunk, és ahogy mi csináljuk a húslevest. Írd le, léci kommentbe azt, hogy mi az, amiben a te húslevesed kicsit másabb, mint az enyém, kíváncsi vagyok rá, és remélem elkészítitek, és ezáltal egy kicsit jobb kedvetek lesz ma, így a borús és borús esős nyálkás időben, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!